Bőven volt részünk ezen a nyáron kánikulában, sőt hőségnapokban. Dacára mindennek nem mutatkozik számottevő eltérés Hajdúszoboszló ivóvíz fogyasztásában. A Városgazdálkodási ZRT a téli időszakban rendszeresen figyeli az időjárás előjelzést, a hó és egyéb csapadék miatt nyaranta figyelik el az időjárás előjelzéseket a hőség beltára tekintettel. Különösebben nem készülünk nyáron az időjárás miatt semmi rendkívüli teendővel. Egyetlen kivétel van, amikor a erre illetékes hatóság a hőségriasztást elrendeli, akkor vannak bizonyos feladataink, ahogy az általában ismert a tisztelt tévénézők előtt, közkutakat meg kell nyitni, lehetőség szerint hűsíteni kell az utakat, járófelületeket, légkondicionált helyiségeket nyitva kell tartani, szökőkutak üzemeltetésére ilyenkor egy kicsit nagyobb gondot fordítunk, de egyébként se a víztermelésben, se a vízellátásban ez különösebb gondot nem okoz. A hőségriadókkal párhuzamosan az idén több is volt, ezek kötelező feladatok az önök számára? Természetesen, hiszen van egy terv, ami alapján el kell járnunk a különböző fokozatú hőségriasztások esetén. Az idén több alkalommal is harmadfokú hőségriasztás volt elrendelve, ez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet a 27 fokot meghaladta, vagy elérte, vagy meghaladta. Hát amit tapasztalhattak ilyenkor, az ivókutyaink működnek, a hűsítősátrat felállítjuk, ez nem kötelező feladat, ez csak a lakosság jogkiszolgálása érdekében végezzük, és ilyenkor délután 4 órától este 8 óráig folyamatosan locsoljuk a fő közlekedési útvonalakat és a járdákat. Mennyire volt érzékelhető a szokatlanul tartós és nagy meleg az ivóvízfogyasztásban Hajdúszoboszlón? Nyilván a kérdésből most az következik, hogy azt a választ várja, hogy ez látható a vízfogyasztásban. Azt kell mondanom, hogy nem látható. Az első 7 hónap adatai állnak rendelkezésre, tehát július végéig állnak rendelkezésünkre az adatok. Ezek azt mutatják, hogy az ivóvíz termelésünk az 4%-kal csökkent, a hálózatba juttatott ivóvíz mennyisége ugyanennyi mennyiséggel csökkent, valamelyes növekedett az értékesített ivóvíz mennyisége, de ez nem szignifikáns, ez nem éri el a 2%-ot. Tehát gyakorlatilag a 2011 évi adatokkal megegyező a 2012 év 1-7 hónap ivóvízfogyasztása. A szennyvíznél egy kicsit más a helyzet, ott a telepre beérkező szennyvíz mennyisége az jelentősen csökkent, de ez nem az eladott ivóvíz mennyiségének csökkenéséből adódik, hanem abból, hogy akár a 2010-es, akár a 2011-es év lényegesen csapadékosabb volt, mint a 2012 első fele. Ezt ugye jól mutatják a csapadékadatok is, több mint 50 mm csapadékhiány van legalább, az elmúlt évhez képest. Ez mintegy 300 ezer köbméter be nem folyt csapadékvizet jelent a szennyvíztelepre, így ott jelentősen csökkent a mennyiség, de a kiszámlázott szennyvíz mennyisége az növekedett, tehát ebből látható, hogy gyakorlatilag 2012-re a város teljes területén minden ingatlan igénybe veszi a csatornaszolgáltatást. A hónap összesenek nem mutatnak különösebb eltérést a vízmennyiségekbe, inkább egyes napokat lehetne kiemelni, például augusztusban ez a hőség időtartama alatt napi átlagban 7000 köbmétert is elérte az ivóvíz fogyasztás, júliusban, júniusban ugyanígy, de ezek nem rendkívüliek a mi esetünkben, hiszen a víztermelő kapacitásunk 12000 köbméter per nap, a víztisztító pedig könnyedén tud 10000 köbméter per nap kapacitással dolgozni. Mondhatnám, hogy sajnos ezeket a mennyiségeket meg sem közelítjük ma már. Előfordult azonban, hogy reggeli órákban és késő délutáni órákban a hidegvíznyomás eléggé leesett a házi rendszerekben. Én nem kaptam ilyen irányú jelzést, hogy nyomásingadozás lenne. Majdnem azt mondom, hogy ez teljesen kizárt is, csak műszaki hiba lehet és nem vízhiány, hiszen a mi rendszerünk víztoronnyal üzemel. Ez azt jelenti, hogy a víztoronyban, amíg van víz, addig a hálózat nyomása legalább 4,2 bar, hiszen 43 méteren van a víztorony alsó szintje.
ebből következően ennél kisebb nyomás ugye fizikailag nem tud lenni. Az előfordulhat, hogyha valamilyen műszaki hiba következett be, akkor az adott térségbe, adott utcába jelentkezhetett időszakosan nyomáscsökkenés, akkor is, hogyha az ott lakók nem érzékelték, hogy csőtörés lenne, nem biztos, hogy az ő utcájukba, vagy közvetlen az ő környezetükbe, hanem valahol máshol, ami miatt ki kellett szakaszolnunk a rendszert, emiatt ő hozzájuk egy kisebb dimenziójú vezetéken kerülő úton jutott el a víz, ez okozhatott ilyen nyomásingadozást, de ezek a problémák csak átmenetiek lehettek. Amikor ennyi hőség időszak van, fennáll-e a veszély annak, hogy romlik a víz minősége, mennyire kell jobban odafigyelni, hogy ne kerüljenek a rendszerbe mikrobák? A tartósan meleg időjárás, ez valóban okozhat kockázatot a vízminőség szempontjából. Míg a kitermelt víz hőmérséklete az gyakorlatilag változatlan, hiszen abból a mélységből, ahonnan hozzuk, abban a mélységben nem változik a hőmérséklet, viszont mire a fogyasztóhoz eljut, akkor arra a megszokottól 1-2 fokkal lehet a hőmérséklete magasabb, és minél melegebb a víz, annál kedvezőbbek a körülmények a különböző baktériumok, mikroorganizmusok elszaporodásához. Ilyenkor még jobb, fegyelmezettebb üzemeltetéssel, a ellenőrzések sűrítésével próbáljuk ennek elejét venni. Az idén nem is volt példa arra, hogy bármilyen minőségi probléma lett volna, sem biológiai, sem kémiai paraméterek tekintetében. Másrészt az elmúlt években beszerelt UV-berendezés, amely a vízbiztonságot nagyban növeli, azt tudja biztosítani, hogy a vízműből kikerülő víz minden körülmények között csíramentes. Ha nincs különösebb változás az ilyen időszakokban a vízfogyasztás tekintetében, akkor ez azt vetíti elő, illetve azt mutathatja, hogy rengeteg a szabadkút a város területén az ingatlanokon? Én önmagamtól nem vonnék le ebből ilyen következtetést, de azt kell mondanom, hogy ezek a jelek bizony utalhatnak erre. Tehát az, hogyha a rendkívüli szárazságban sem növekszik jelentősen az elhasznált ivóvíz mennyisége, ez jelentheti azt, hogy a lakosok a kertek öntözését, a pázsit öntözést, vagy a haszonnövények öntözését fúrott kutakból oldják meg. Nyilván nem hivatalosan, nekem is van tudomásom arról, hogy ezeknek a kutaknak a száma az évek előre haladtával nagyságrendekkel növekszik sajnos. Oh,